De nem erről lesz szó a mai Klubrádió műsorban, hanem sokkal inkább tényleg komolyabb témákról. Kisszőrös állatok, Trump-Orbán találkozó, illetve Kocsis Krisztiánnal készítettem egy interjút. Előre is elnézést kérek, mert telefonon készítettük ezt, felvettük előre, és a hangminőséggel néha vannak akkor problémák. Kocsis Krisztián egy nagyon különleges ember, neurológus, és nem mellesleg cigány, és emiatt nem miatt érdekes, hanem igazából az életútja miatt érdekes, iszonyú lentről, tehát valami borzasztóan lentről indult, és most közeledik a csúcs felé, úgyhogy vele fogok beszélgetni. Illetve ezúttal szeretném meghirdetni a Ceglédi Zoltánról elnevezett szakálversenyt, és arra kérném bárkit, aki erre alkalmas, elnézést, egy kicsit kirekesztő lesz a dolog, de inkább férfiakra vonatkozik ez, tehát hogy nevezzem be erre a szakálversenyre, és karácsonykor, vagy nem, legyen inkább Mikuláskor összemérjük a szakálainkat, és akkor... Mi a verseny lényege? Eredményt hirdetek, az eredményt, tehát ki tud Mikulásig nagyobb szakált növeszteni, és itt a forma is számít, a szépség, a terítettség, úgyhogy megpróbálnám ezt kiterjeszteni országos, majd nemzetközi méretűre, ez az első ilyen alkalom, és hát mindenkit szeretettel várunk. Ceglédi Zoltán már benevezett, nézzék meg a képeit, én is, ugye látják, hogy azért én is benne vagyok a dologba, és hát várunk mindenki. Iványi Gábor nem indulhat, hello, bocs, ő nagyon nagy előnyből indul le, és ő inkább ilyen tiszteletbeli zsűritag lesz, úgy gondolom.